a kiállítás első tervét tulajdonképpen a Liget galériára terveztem, ami az adottságból kifolyólag egy egész más terv volt. Ott két szériát szerettem volna bemutatni, fotókat, amiket 20 éve készítek, illetve két sorozatot, aminek 20 éve dolgozom. Az egyik Bangkok on Sleep, a másik pedig Jelen lenni. Mind a kettőt Ázsiába készítettem, és az európaiak, illetve a nyugatiak jelenlétét vagy nem jelenlétével foglalkozik az egyik téma, a másik pedig az alvás, ahol bankokba a banktisztviselőktől kezdve a rendőrökig, a galéria tulajdonosoktól kezdve emberek bárhol, bármikor elalszanak 10 perce utcákon, galériákba, boltokba. És ez a kettő, ez érdekesen találkozott volna. De mivel a galéria krízis helyzetbe került, kaptam az új lehetőséget a Budapest galériába egy másik kiállításra, amire úgy szintén elkészítettem egy tervet, amelyik barátokkal, ismerősökkel, művészekkel, meditációs mesterekkel készített közös alkotások voltak. Ami engem érdekelt ebben, hogy hogyan lehet vizuálisan kommunikálni egy felületen. Egészen egy thai művész, egy francia művész, vagy egy tibeti mester egész másképp reagál, és én másképp reagálok az ő dolgaikra, és ezt gondoltam, hogy ideje lenne bemutatni, ez is egy 10 év alatt készült munkák. A tervet elkészítettem Svédországba, de amikor Magyarországra hazajöttem, akkor szembesültem avval, hogy a galéria Boltívinél fogva nem alkalmas arra, hogy ezeket a 2x3 méteres nagy munkákat bemutassam. Ezért vissza is léptem a kiállítástól, de még aznap éjjel megjelent egy más megközelítés, hogy a térrel hogy tudok egy más megközelítésben dolgozni. És akkor két témát emeltem be ebbe a kiállításba. Az egyik a művészet funkciója, értéke, hogy hogyan, milyen szerepet játszik a társadalomban presztisként, image teremtésként, vagy anyagi investícióként a név, illetve az image viszonyáról szólt az egyik megközelítés. A másik pedig egy társadalmi aspektust is, a politika, a politikai hatás, illetve a szellem, a szellemi értékek viszonyával foglalkozik. Kiállításon tulajdonképpen kérdéseket szeretnék feltenni, nem kijelentéseket, bár egy kérdésfeltevés is egy formában kijelentés. Ezért is érdekes számomra az, hogy ebben az esetben három másik művésszel készítettek együtt munkákat, illetve a közös alkotás hogyan változtatja meg a kiinduló gondolatot, hogyan hat vissza rá, hogyan viszi esetleg más irányba. Tehát a nagy kiállításból azért három munka itt közös alapon készült, és képzőművészeti kiállításban mindig kérdéses, hogy az ember nem jutnak el hozzá visszajelzések. Tehát a kommunikáció szinte csak egyoldalú, akár kérdés, akár kijelentésről van szó. Ezért is volt a kísérlet, hogy közös munkákat létrehozni, de az igazi nagy közös munka a közönséggel az valószínű továbbra is nyitott marad.